1980-ban, mint minorita kapott lehetőséget és szolgálati helyet Bogdánfalván. És ő az élete nagy részét Bogdánfalván élte le, Bogdánfalván munkálkodott. 1886-ban egy érdekes, nagyon interesszánt dolog történt az életében. Meghallintotta, hogy Klézsének a páterjét megtámadták. Azt a pátert Petrás Ince Jánosnak hívták, akinek az édesapja 50 esztendeig Faroánba, Forrófalván volt kántor. Naiman átszaladt 1886-ban átszaladt Petrás Ince Jánoshoz. Vérzett az öreg páternek a feje, súlyosan meg volt sebesülve. Még 3 hónapig élt a támadás után, és utána halt meg. Naiman lelki vigaszt nyújtott neki, és felkészítette a örök életre. Naimanról azt mondták, hogy dorsó szigur, nagyon szigorú, de melegszívű páter volt. Amikor oda került a faluba, először azt kérdezte az emberektől, maguk milyen nyelven imádkoznak, milyen limbán énekelnek. Mondták a valeszákriak, a bogdánfalviak, hogy magyarul, csángósan, magyarul. Azt mondta a páter, amiánt kérdeztem, hogy én hogy mondjam a misét, magyarosan vagy románosan. Könnyebb, mondta a páter, könnyebb egy embernek megtanulni egy limbát, mint megtanulni 1500 embernek vagy 2000 embernek egy más nyelvet. Én magyarosan fogom mondani tovább, jó lesz? Köszönjük, köszönjük, mondták az emberek. Naiman magyarosan szolgált. Volt neki egy énekes embere, egy kántorja, mintcsak német nemzetség volt, germán nemzetség volt, Karulnak hívták, aki dorsó szépen tudott, nagyon szépen tudott orgonálni. És ez a kántor segítette Naiman páternek a munkásságát. Az első verekedés idején lefogták őt is, mert német származású volt, bevitték Bákóba. Elrekesztették Bákóba. Megismerkedett egy magyar professzorkával, Szilágyi Irmával. Szilágyi Irma Transzilvániából jött be, hogy figyelje a román csapatoknak a mozgását, hogy tudjon hírt adni a védekező osztrák-magyar monarchia hadi vezetésének, és elfogták ezt a tanárnőt. És 1918-ban a bákói piacon kivégezték a tanárnőt. Naiman páter másodszor is kapcsolatba került magyarokkal, és ő gyóntatta meg, és készítette föl a halálra, és békéltette meg Szilágyi Irmát. Azt mondják, hogy a 20 esztendős fiatal tanárnő félelem nélkül állt szembe a katonákkal, még a kendőt is levette a fejéről. Nem félt a haláltól. Naiman páter 1920 után elvesztette a helyét Bogdánfalván. Azt mondták, hogy minorita, és a minoritának nincs mit keressen, a Jászsi püspökség mondta ezt, hogy a minoritáknak nincs mit keressenek Bogdánfalván, ezért Naiman elvesztette a penszióját, és kivették. De Naiman erős szerette Bogdánfalván. Amikor én, mint skulptúr megfaragtam a fácáját, úgy tettem az orcáját, hogy ő örökké Bogdánfalvára nézzen. Tehát itt az Obrádában is a szemével Bogdánfalva fele néz, abba a faluba, ahol, amit ő nagyon szeretett. A kicsi pénzéből vett egy helyet Bogdánfalvának a kócába, a sarkába, deszkákkal elkerítette, csánt egy kápolnát, egy fakápolnát. Ott ült nagy
pipája volt, azzal a nagy pipáját szívta, tanácsolgatott. Ha gyermekeket látott, mindjárt megkérdezte, háj, gyertek, péprimillek, hájtok, pé, mondok egy miszéckét. Szövel mondta szöszkét, mondok egy miszéckét. Lerendítette, és erős szerették az emberek, amikor már nagyon megvénült, akkor eladta a szeminárnak Luizi Kalugarba. Beköltözött Luizi Kalugarába, ott is halt meg. Neumann Páter 1858-ban született, és 1942-ben halt meg. Hosszú életet élt, és becsületes, tiszta szívű páter volt. Úgyhogy úgy emlékezzünk rá, hogy nagyon szerette a Csángó nemzetet, nagyon szerette a régi Csángó limbát, és tartott az embereket. Ennyit akartam mondani, köszönöm szépen! Köszönjük szépen a előadást. Csoma Gergely volt az, aki elkészítette a szoborot, úgyhogy véletlenül sem mondhatjuk azt, hogy olyan, aki nem tudott a páterről, és sokat Gergely nagyon sokat tudott róla, és komolyan utána nézett az ő életútjának. Ezért kértük meg, hogy az életútról tartanak pár gondolatot. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ezen a mostani alkalmon itt vannak közöttünk, így a Budapesti Külügyi Bizottságnak, a Fidesz Külügyi Bizottságának képviseletében Szesztai Ádám urat, Forróthalva polgármesterét, Krisztinát, köszöntöm továbbá a Bulai Györgyöt külsőre Kecsinből, és a német kisebbségi képviseletben Mihály Mojze és Brunhuber, Urlik Brunhuber, aki Bákóból jöttek erre a jeles alkalomra, hogy részt vegyenek a mi ünnepségünkön. Köszöntöm továbbá mindazokat, akik eljöttek a Django részéről, és Páter Józsi Demetet, aki szintén itt van, továbbá Duma András, valamint Bulai Györgyöt külsőleket szintén. Ezen a mostani alkalmon most egy-két éneket hallunk a Csánkó részéről, és utána a posztorunkat helyezzük el. Jó, majd akkor kérném most a posztorunknak, vagyis az énekek a Csánkó kórus részéről. Csánkó magyar, mit ünnepél Csángó magyar? Álul szokott madár vagy tár, álvát ett vár, fálajt vár. Egy pusztahot állapestél, minden országnak nává.
Răposaților, păstorii sufletești au avut un rol important în educație și atât în transmiterea valorilor. Mulțumim Domnului și Domnul să-L răsplătească pentru tot binele făcut pentru mântuirea sufletelor.